Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Denderász szerelmi üzenete gyertya mágiával. Ezúttal a piros gyertyával dolgozom, hiszen most szerelmi témákról van szó. A videó végén átküldöm számodra a gyertya mágia energiáját, ami szerencsét hoz a szerelmi élet területén. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Veled szembe megjelenik a lelki társad, vagy ez a kártya utal a férfiakra. Itt alatta megjelenik az ő helyzete, nálad a te helyzeted. És ez a kártya, illetve ez a két kártya mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét, azt is, hogy mi vár rá a következő időszakban. Itt a háttérben megjelenik ez a ravasz, róka, és figyelgeti őt, vagy figyelget benneteket. Itt egy hamis személyről van szó. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. De szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják az útból ezt a hamis szemét, amit ez a ravasz róka még jelenthet, hogy nála vannak olyan negatív gondolatok, meg érzelmek, mint például, én ezt feladom, ez úgyse sikerül, ami az érzelmeket illeti, ezek lehetnek félelmek, vagy bizonytalanságok, akkor rossz úton van, de ebben is segítenek az egerek, hiszen eltávolítják a negatív gondolatokat, negatív érzelmeket, ami azt jelenti konkrétan, ő átteszi magát a félelmeken és a bizonytalanságokon. Ami téged illet, ha egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen, a könyvek jelentik a te tudásodat, vagy egy továbbképzést. Az is lehet, hogy ott fogtok találkozni, az iskolában. Amit a könyvek még jelenthetnek, a zárkózottságát. Vagy az ő zárkózottságát, vagy azt is jelentheti, hogy légy visszahúzódó, légy kicsit zárkózott, de legyen meg a hit, a bizalom, hogy itt előre folyamodnak majd az események. Minden úgy magától jön. És ez a virág jelenti az ártatlanságodat, vagy azt is, hogy itt kitisztul valami, rendeződnek a dolgok. Amit ez a lilium még jelent a lunomát kártyáknál, szexuális témák. Lehet, hogy ez az ő fantáziája, de még zárkózót mutatják a könyvek, tehát nem beszél nyíltan erről. Te sem mondod ezt ki, hiszen te itt a toronyban érzed magad. Itt vannak még belső feszültségek, nem tudod hogyan tovább. Ez olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Itt tanulsz közben valamit, de légy most jelenleg visszahúzódó, bíz abban, hogy minden úgy magától előre megy. És ami fontos, ez a kapu, mert ez a férfi kinyitja számodra ezt a kaput, felszabadít téged ebből a toronyból. Persze, ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, és ott is rendeződnek majd a dolgok, nem kell aktívnak lenni, hanem bíz abban, hogy minden így magától alakul. Ami kettőtöket illet, itt látható a nyilvánosság,
vagy találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő felvállal téged, és akkor megvan számodra ez a szabadság érzete, hiszen megment téged ebből a toronyból, kinyitja a kaput, és ezek a lehetőségek, javulni fog a helyzet. És én most átküldöm ezt a szerelmi energiát, a gyertya mágiának az energiáját. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, képzeld el azt, mi hogyan kell, hogy alakuljon, és legyen meg ez a bizalom, ez a belső hit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!